A lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, éljünk is a lélek szerint. Ámen. Isten hozott mindnyájunkat az Úr házában. Jó együtt lenni, és jó őt magasztalni, őt dicsérni. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az első Zsoltárt, annak első két versével, aki nem jár hitlenek tanácsán. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan az szól hozzánk ezen a vasárnap délelőttön, a Zsoltárok könyvéből, a 80. fejezetből. Olvasom a 80. Zsoltár igéit, melyet a gyülekezet leülve hallgasson meg. Megnevezett helyről, a 80. Zsoltárból így szól hozzánk a szent ige. A karmesternek a liliomok kezdetű énekdallamára, Intelem Ászáf Zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kérubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket.
ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyel eteted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, népeket űztél el, ezt pedig elültetted. Helyét elegyengedted, gyökeret vert és ellepte a földet. Árnyék a hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vatkan, és abból legel a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk! Tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt. Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél, és mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Tegye áldottá Istenünk a hallott igét a szívünkbe. Gyertek, ezért imádkozzunk. Mi mást kérhetnénk, Urunk, tőled, mint amit a Zsoltáros megfogalmaz. Ragyogtasd ránk a te orcádat, és szabadíts meg bennünket. Újítsd meg a mi életünket. Mekkora szükségünk van arra a megújulásra, amelyet csak te adhatsz. Mekkora szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk, hogy ránk ragyog a te orcád, hogy felénk fordítod a te figyelmedet, adod nekünk áldásodat, ígédet, tanításodat, bátorításodat, életünket megújító beszédedet. Megújításra szorul, mert újra meg újra megfertőzi életünket a bűn, a vétek, és ebből csak te szabadíthatsz ki bennünket. Szorongatnak bennünket a félelmeink, a nehézségeink, azok, akik ellenünk törnek, akik bántanak bennünket, sarokba szorítanak, nehéz helyzetbe hoznak bennünket, és ilyenkor csak fölfele tudunk tekinteni rád azzal a hittel és azzal a reménységgel, nálad van megoldás, amikor akár a nyakunk körül szorul a hurok, vagy amikor egy egész közösség, akár egy egész nemzet is szenved, ahogy szenvedtünk korábban az eső hiányától, majd a hirtelen lezúduló eső sokasságától. Mi is sokan szenvedtek károkat az elmúlt hetekben, hónapokban. Erősítsd, vigasztald és gyógyítsd a megsebzett életeket, és segíts nekünk, hogy mindazzal, amivel most küzdünk, ami terhel bennünket, amely elbátortalanít, mindazok között is tudjunk rád figyelni, tudjunk a te igédre tekinteni, és a te személyedben meglátni az egyetlen és valódi megoldást életünk minden nehézségére,
bánatára és fájdalmára. Így légy velünk ezen az órán, szent lelkeddel, gyógyító, szabadító, életünket megújító, szerető Urunk. Ámen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, és a 234. dicséretünket énekeljük. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Isten igéjét olvasom, és a Szentlélek áldó jelenlétét remélve hirdetem a gyülekezetnek, mely megírva található János evangéliumának 15. részében, az első 8 versben Jézus szavait halljuk eképpen. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, s amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja,
hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, melyet szóltam nektek. Maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek, ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Foglaljuk el helyünket. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindnyájunk lelkében van egy képzeletbeli szótár, amelybe gyűjtjük a szavakat, és amelyekhez nem csak jelentést, hanem érzéseket is társítunk. És ha most behújnánk a szemünket, és kimondanánk magunkban a gyümölcs szót, akkor valószínűleg többségünknek pozitív érzések idéződnének fel. A gyümölcs egy jó dolog. Szép, színes, jó illatú, édes, tele van folyadékkal, felüdíti az embert, amikor fogyasztja, gyönyörű tálat lehet belőlük építeni, amiről még festmények is készültek, sőt, amikor kisiskolások voltunk, akkor első között tanultuk meg a rajzórán a csendélet fogalmát, és mi magunk is festegettünk több-kevesebb sikerrel gyönyörű gyümölcstálakat, meg virágcsokrokat, én mondjuk inkább kevesebb, de nagyon igyekeztem, megnéztem szemből, aztán lerajzoltam, amit tudtam. Na de ebből az is következik, hogy amikor azt a szót halljuk, hogy gyümölcsözés, akkor az megint csak valami pozitív, valami áldásos dolog, valahol a sikernek és az eredményességnek a kifejezője. Az a kapcsolat, amely gyümölcsöző, az sikeres. Gyümölcsöző együttműködésben tudnak lenni vállalatok, államok, de még magánszemélyek is adott esetben. Ezek azok a kapcsolatok, amelyekből sok jó származik az életünkben. Akár hisszük, akár nem, már jelennek meg a visszatekintő, összegző és tanulságokat megfogalmazó kommentárok az elmúlt hónapokról, a lezárult veszélyhelyzetnek az idejéről, és én magam is, amikor a gyümölcs szót kíváncsiság kedvéért beírtam a legnépszerűbb kereső programba, akkor az elmúlt hónapok a veszélyhelyzet gyümölcseiről olvashattam, például, hogy az ismerőseink e receptjeit meghatalmazás nélkül is ki lehet továbbra is váltani. Ez az egyik gyümölcse az elmúlt időszaknak. És használjuk nagy dolgokra is ezt a gyümölcs kifejezést, meg egészen hétköznapi dolgokra is. Ami jó, ami eredményes, ami hatékony, az gyümölcsöző. Sok olyan képzésre is el tudunk menni, és tréningre, amely halódó életünket gyümölcsözővé tudja fordítani. Feltárják számunkra az erőforrásainkat, és ezzel a módszerrel mindenki eredményessé tud válni a maga életében. Jaj, de jó! Csodálom, hogy még nem ment el mindenki. Hát nem akar mindenki gyümölcsöző életet élni. És éppen azért, mert ez a gyümölcsözőség ennyire ott van a tudatunkban, ennyire meghatározza a gondolkodásunkat, amikor az ige arról tanít, hogy hogyan élhetünk mi magunk is
gyümölcsöző életet, az azért fölhívja a figyelmünket, hogy akkor itt most figyelni kell, mert itt valami fontos dolog van elrejtve. Tegyük fel hát a kérdést, mit tanít nekünk Jézus beszéde, Jézusnak ez a példa beszéde arról, hogy milyen a gyümölcsöző élet Krisztusban, milyen a gyümölcsöző Isten kapcsolat, mondjuk így, milyen a gyümölcsöző keresztjén hit. Onnan kezdi Jézus az erről szóló tanítást, én vagyok az igazi szőlőtő, atyám pedig a szőlős gazda. Érdekes ez a jelző, hogy igazi szőlőtő, mert ez azt sejteti, hogy van valamiféle hamis szőlőtő is. Van olyan gyümölcsözőnek tűnő élet, hit és kereszténység is, amelynek a forrása nem Krisztus, hanem valami hamis dolog. Mik lehetnek ezek a hamis dolgok? Tanít erről Jézus a Máté evangéliumának 7. fejezetében, a hegyi beszéd utolsó soraiban, amikor a tévtanítókról beszél, akiket először bárány bőrbe bújt farkasokhoz hasonlít, akik azzal a látszattal jönnek közénk, hogy valami jót hozzanak közénk, valami olyasmiről tanítsanak bennünket, amit mi magunk is jól ismerünk, és amiben mi magunk is régóta hiszünk, de ezen az álcán keresztül becsempésznek valami olyan hamisságot, ami elpusztítja a közösséget, ami elpusztítja az életünket. Hiszen, hogyha a bárányok maguk közé engedik a farkast, akkor az egyértelmű, hogy pusztulást fog jelenteni számukra. Majd úgy folytatja, hogy erre figyeljünk, erre a problémára, hogy rendben van, de honnan tudjuk azt, hogy valaki nem bárány, hanem báránybőrbe bújt farkas. Azt mondja Máté 7.16-tól kezdve, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncs kóróról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, és a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ha jobban megnézzük, kiderül, hogy ami elsőre jól hangzik, az magában hordozza az életünket elpusztító erőt. Ami elsőre simogatásnak tűnik, az valójában támadás ellenünk. Az a fajta indirekt támadás, amely bomlasztani kezd egy közösséget, amely megrontja a jó hangulatot, azt a békességet, azt az örömöt, azt a jó együttélést. Ígér talán gyors növekedést, gyors sikert, és az egyházban is vannak olyan törekvések sokszor, hogy vezessünk be olyan újításokat, amitől több ember fog templomba járni. Mindegy, milyen áron csak legyünk már többen. És akkor tényleg föl kell tenni a kérdést, hogy tényleg mindegy, hogy milyen áron? Akár hazugság árán is? Manipuláció árán is? Megtévesztés árán is? Mi a célunk? Mi a kereszténység célja? Az, hogy képviseljük az igazságot, vagy hogy népszerűek legyünk? És ez nem egy egyszerű kérdés, mert az igazság ritkán szokott népszerű lenni.
Mert az igazságnak mindig van egy olyan aspektusa, ami fáj, ami leleplez, ami áldozathozatalra kényszerít engem. Ezért szoktuk becsomagolni. Figyelj, ezt azért valahogy meg kellene beszélnünk, és én nem kritizálni akarlak téged. Nem azt szeretném mondani, hogy te nem vagy rendes ember, pontos vesző, de. És ekkor kezdünk bele a lényegnek a taglalásába. És olyan megdöbbentő az, hogy Jézus, amikor megszólal az evangéliumokban, messze menően nem finomkodik. Őszintén kimondja, hogy hol van az életemnek az a pontja, ahol beteg. Hol van az életemnek az a pontja, ami meggátolja azt, hogy gyümölcsöző legyek. Hol van az az pont az életemben, amin keresztül nem belé vagyok oltva, mint az igazi szőlőtőbe, hanem valami más növénybe, amin hamis gyümölcsöket terem az életemben. Siker vagy igazság? Ez a klasszikus problémája egyébként a prófétaságnak és a hamis prófétaságnak. Jeremiás elmondta az igazságot. Hát hányszor verték össze? Zárták börtönbe? Kínozták meg, és taszították ki, és alázták meg, szinte össze sem lehet számlálni. Mert csúnya dolgokat mondott. Azt mondta, hogy a nép bűnös, és ezért el fog pusztulni Jeruzsálem. A hamis proféták meg azt mondják, hogy ó, dehogy is, megvéd minket a jó Isten. És nem védte meg. És őnekik fantasztikus életük volt, mert kellemes dolgokat mondtak, Jeremiás pedig szenvedett. És ez lelkészként is egy érdekes kérdés, hogy amikor például a bűnről beszélünk, hogy az úgy bántjuk a gyülekezetet. Szegény híveink, hát olyan rendes emberek, most miért mondjunk nekik olyan csúnya dolgokat, hogy változtatni kell az életünkön, vagy nem tudom micsoda. De vegyük azt észre, hogy attól még, hogy azt mondjuk, hogy nincs semmi baj, ha betegek vagyunk, akkor az a betegség tönkreteszi az életünket. És mosolyoghatunk, és lehetünk nagyon-nagyon pozitívak. De ettől még nem lesz semmi sem jobb, hogy azt mondjuk, hogy minden rendben van. Minden fantasztikus. Vannak ezek, tudják, ezek a motivációs tréningek. Elmegy az ember, és te szuper vagy, egészséges vagy, csupa lehetőség, csupa energia, csupa tehetség, és miközben arcodon szerte árad a mosoly, közben az életed is sikeressé válik. És az ember mosolyog a tükörbe, és várja, hogy növekedjen a fizu a bankszámlán. De nem növekszik. Nem növekszik. De legalább jól érzem magam, mondhatjuk a másik oldalon. Hát Jézus ehhez biztos, hogy soha nem lesz partner. Mert ő nem azt akar, hogy jól érezzük magunkat, hanem hogy gyümölcsöző legyen az életünk. És ha ennek az az ára, hogy fájnia kell, akkor ő meg fogja mondani nekünk az igazságot. Van-e bennünk arra nyitottság és alázat, hogy engedjük, hogy Jézus az életünknek akár a fájó pontjaira is rátapintson? Ez már csak azért is fontos kérdés, mert sokan ígérnek számunkra megváltást, jobb életet, sikereket. Őket nevezi a Biblia Antikrisztusnak. Mert Krisztus szavaihoz hasonló dolgokat mondanak és ígérnek, de a hatás az teljesen ellentétes. Nem gyógyulást, hanem pusztulást hoznak az életünkbe. Azok, akik azt ígérik, hogy boldogabb leszel, igazán nagyon boldog leszel, és az ember várja ezt a boldogságot, hisz benne, reménykedik, elvarázsolja az egész, megveszi a könyvet, a CD-t, elkezdi a meditációt, hallgatja álmában hajnali 3 és 4 óra között azt a zenét, amit akkor kell pontosan hallgatni, hogy a tudatom megújuljon. Megreggelizzük ezeket a dolgokat. 16 nap alatt megújul az életünk. Hát ez nem sok. Annyit csak adunk a dolognak.
és befizetünk, és kifizetünk, és nem akar jönni a megváltás. Lehet, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat a bőrünkben, már csak azért is, mert jobban akarjuk érezni magunkat a bőrünkben, mert hát azért nem volt két fillér a megváltás. De ezen a ponton vegyük észre, hogy a valódi megváltó az nem azt kéri, hogy mi fizessünk neki, hanem ő fizetett értünk. Nem aranyat, és nem ezüstöt, hanem az ő drága vérét adta értünk. Ez azért egy kijózanító felismerés. És hát a teljesség kedvéért ott vannak a bálványok is. Azok a hamis csodák és reménységek, amelyeket beteszünk az Isten helyére, amelyeket kergetünk, amelyeket üldözünk, amelyek működtetik és forgatják bennünk az örökmozgó vágykereket, és amelyek úgy mozgatnak bennünket, hogy szinte elveszítjük a szabadságunkat is, és a legfontosabbá válnak számunkra, legyen ez egy ember, egy feladat, egy küldetés, egy hobbi, amit akár az Istennel való kapcsolattartás rovására is űzünk. Semmi baj nincs azzal, ha vannak örömforrásaink az életben, ha szeretünk embereket. Erre bízhat az ige is. És legyen valami hobbi, ami kikapcsol bennünket. De ne helyezzük Isten elé az életünkben. Az a hobbi, amit csak vasárnap 9 és dél között lehet űzni, az egy keresztény embernek nem jó hobbi. Ez csak úgy csöndesen. Annyi, hogy bárkinek életmódi tanácsokat szeretnék adni. Mert ez könnyen bálvánnyá válhat számunkra. A szőlő központi kép az Isten igéjében, olyan központi költői kép, amely elmondja a zsidó nép történetét. Így olvastuk azt a 80. Zsoltárban, hogy mint egy szőlőtőt kezébe vette Isten Izrael népét, és elvitte az ígéret földjére, és ott kertet épített, és ott neki helyet készített. Ezt a kertet vette támadás alá a gonosz, és ez volt az a kert, amely Izrael küzdelmeinek a szinte révé lett. Fantasztikus képsorok ezek, érdemes még, hogyha érdekel bennünket a téma, Ézsaiás könyvének az 5. részét is elolvasni, ahol egy olyan költeményt olvashatunk, amely arról beszél, hogy amikor Izraelnek helyet készített Isten az ígéret földjén, kertet ültetett ott, hogy ott nekik boldog életük legyen, és ez egy szőlős kert volt. Ahhoz azonban, hogy gyümölcstermő legyen az életünk, a Krisztussal való valódi és igaz kapcsolatunkban szükség van a megtisztulásra is. Ezt végzi az Atya az ige szerint tanítása által, tehát van ennek a megtisztulásnak egy isteni oldala, hogy ő tanít és tisztogat bennünket, rámutat arra azokra a hamis istenekre, amelyektől várjuk azokat a gyümölcsöket, amelyeket viszont csak az igaz Istenbe vetett hit adhat meg számunkra. És ezen a ponton elmondja a mi szerepünket is, a mi oldalunkat is. Ez pedig a hűség. Nincs tisztaság hűség nélkül. Maradj meg Krisztusban, maradj meg az ő tanításában, figyelmeztet bennünket az ige. Tartsd meg azokat a beszédeket, amelyeket megértettél, és vedd észre azt, hogy amit az életedben megértettél Isten akarataként, a te küldetésedként, vagy amely pontokon az ige rámutat arra, hogy vétkezel, hát vedd tudomásul, hogy ezekkel dolgod van. Mert ha ezeken nem dolgozol,
gátja lesz az életedben a gyümölcsözésnek. Az ő beszéde által válhatunk tisztává, de ahhoz, hogy megmaradjunk a tisztaságban, ahhoz bizony hűségesnek kell lenni az ő beszédéhez. Egészen megrendítő ugyanis ennek a képnek az egyik vonatkozása, mégpedig az, hogy onnan indul a történet, 80. Zsoltár alapján, hogy Isten, mint egy szőlőnövényt, kezébe vette Izrael népét, ezt a közösséget, hogy őket formálja, hogy az ő ígéreteit rajtuk megmutassa, és hogy őket gyümölcsöző életét tegye egy új földön, átültette ezt a növényt Egyiptomból Izraelbe. De látva azt, hogy ez a növény újra meg újra hamis gyümölcsöket kezdett hozni, újra meg újra eltávolodott a tanítástól, és újra meg újra pusztulás áldozata lett, eljött Isten Jézus Krisztusban, és ő maga lett szőlőtővé a szőlőveszők számára. Nem csak közösséget vállal népével, hanem az ő népének a részévé válik. Ez az, amit az egyházról szóló tanítás úgy fogalmaz meg a páli levelekben, hogy az egyház Krisztusnak a teste. Ahogyan a tagok egybe vannak szerkesztve a testben, szétválaszthatatlan egységben, ennyire nagy közelségbe jön Jézus, ekkora intimitást vállal velünk Krisztus. És ezt végig gondoljuk, akkor megértjük azt, hogy Krisztusnak a tisztasága nem férhet össze az én életem tisztátalanságával, mert ezek ellentétes hatások. A szőlőnek a veszőjében áramlik Krisztusnak a tiszta beszéde, az nem hozhat hamis gyümölcsöt az én tisztátalanságom miatt. Ha mégis tisztátalan maradok, akkor le kell, hogy metszen az Atya erről a szőlőtőkéről. De ennyire nagy közösséget és közeliséget vállal velünk. Csodálkozzunk rá erre az ajándékra. És záró gondolat, egy bájos kis történet formájában, ha mindezt meg tudom tenni, az az Isten dicsőségére fog szolgálni. És amikor az én életem gyümölcsözővé válik, és amikor a mi életünk, a mi pozsonyi úti közösségünk gyümölcsöket hoz, az a környezetünk számára is örömöt fog jelenteni. Kis történet zárásképpen néhány évvel ezelőtt kaptunk ajándékba az édesanyámmal egy növényt. Egy leveles hajtás volt ez, és az volt az ígéret, hogy gyönyörű virágokat fog hozni sokat. Az a feladat, hogy el kell ültetni, locsolni kell és várni. Elültettük, locsoltuk és hozta a leveleket, növekedett a szár, vastagodott, majd újra növekedni kezdett, és újabb leveleket hozott. Hát ez ilyen levélvirág, mondtuk mi viccesen. Én egy kicsit néha gúnyoltam ezt a növényt, milyen szép a virága, szép zöld és levélformájú. Aztán eltelt egy év, és növekedett, és hozta a leveleket. És aztán eljött egy pillanat, hogy ilyen kis zöld hurkák kezdtek megjelenni ezen a növényen. Úgy néztek ki, mint ez az ecetes uborka. És hát megállapítottam, hogy uborkafánk van. Hát most már ez egyértelmű. Aztán ezek a zöld dolgok főrepettek, és gyönyörű virágok jelentek meg. Ez a trombita virág, ha ismerjük. Ha nem, akkor a kereső mutat róla képeket. Gyönyörű volt. Csodaszép növény volt. És hogy ez a növény növekedett és fejlődött, ez egy ilyen elég nagy, ilyen méteres jószág volt. A ház lakói, mert ez az előterünkben volt, így nézegették, hogy mi lesz ebből, mi alakul. Többen gratuláltak, hogy micsoda növény.
És azon gondolkodtam, hogy hát ha ő virágzik, akkor miért én kapom a gratulációt? Na, ez pont az a helyzet, amikor megveregetik a vállunkat, hogy áj, de jó keresztjén vagy! Jól csinálod ezt a hitet! Olyan példaértékű vagy! Az, hogy látják rajtam a növény, a virágot, a gyümölcsöt, a termést, a jót, az az Isten műve. Adjak érte hálát, és mondjam ki azt, hogy igen, ez az ő dicsőségét szolgálja. Vigyük tehát magunkkal ezt a három kis iránymutató gondolatot, hogy az igaz szőlőtőbe gyökerezhet az életed, és ha ez így van, akkor átjárhat be téged az az ige, az a tanítás, ami megtisztít, és amely gyümölcsözővé tesz, és amikor ez a gyümölcs mások örömére is megjelenik rajtad, Istent fogja dicsérni. Tégy te is így, és szolgáld ezzel is az ő ügyét. Ámen. Urunk, milyen nehéz gyümölcsöző életet élni. Milyen nehéz tiszta életet élni. Szinte lehetetlenségnek tűnik. Annyi támadás ér bennünket. Annyi vágy dolgozik mi bennünk. Annyi fájdalom ér bennünket. Annyira sok olyan hatás van, ami elvonja a figyelmünket. Arról, ami igazán fontos, a te ügyedről, neked való szolgálatról. Bocsáss meg, Urunk! Bocsáss meg, amikor visszatérő vétkek terhelnek bennünket. Amikor újra meg újra döntéshelyzetbe kerülünk, és nem tudunk melletted dönteni. Te újra meg újra megszabadítasz bennünket, és mi mégis újra meg újra rabjáivá válunk szenvedélyeinknek, amely szenvedést hordoz magában. Újíts meg bennünket, Urunk! Tisztíts meg bennünket, hogy gyümölcsözőbb lehessen az életünk. Adj erőt minnyájunknak, hogyha ez az ige valamire most rámutatott számunkra, akkor tudjunk küzdeni azért, a megtisztulásért, a benned való megmaradásért, hogy gyümölcsöző és gyümölcsözőbb lehessen az életünk. Imádkozunk azokért, akik szenvedéssel teli időszakot élnek, betegséggel, nehéz diagnózissal szembesültek, szerettük kezét fájdalmasan elengedve, gyászolnak. Légy, Urunk, a mi erősítőnk és vigasztalunk. Légy azokkal, akik nagy-nagy erőt mozgósítva keresnek munkát nehéz hónapok után. Áld meg őket, hogy munkát találjanak. És áld meg a mi gyülekezetünket, a te egyházadat, a te pozsonyi úti szőlőveszőidet, hogy tudjunk jó gyümölcsöket teremni a te dicsőségedre, amellyel táplálhatjuk környezetünknek a jóságát. Így áld meg mindnyájunkat kegyelmes szereteteddel. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké.
Amen. Válaszoljunk a hallott igére, és énekeljük 228. dicséretünket, annak első és második versével, 228. dicséretünk első és második versét, Jehova, csak néked éneklek. Csak röviden hirdetem, kedves testvérek, hogy jövő héten is a szokott rendben igyekszünk a nyári ütemterv szerint alkalmainkat megtartani. Hétfőn este 6 órakor lesz Bibliaóra, szerdán este 6 órakor pedig áhítat gyülekezetünk tanástermében, és következő héten, vasárnap is 10 órától szeretettel várjuk gyülekezetet Isten tiszteletünkön. Isten áldása legyen mindnyájunkon, erősítsen bennünket munkánkban, ha pedig pihenés adatik, akkor abban is. Reméljük, hogy mindezt jó idő is fogja koronázni. Záró énekünk a 199. dicséret, melyet énekeljünk valamennyi versével, a legutolsót majd fennállva, tehát első hármat ülve, negyediket fennállva. Adjunk hálákat az Atya Istennek.
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Isten áldása legyen és maradjon mindnyájunkkal. Áldás, békesség, viszontlátásra.